És kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vadász Magda! Kezi csókolom, jó reggelt kívánok! Szia Magda! Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem mindennapi teljesítmény után vagyunk, hisz itt volt már Niedermüller Péter, Németh Szilárd, Velkei, Szanyi Tibor és Huszti pártelnökasszony és Gulyás Gerje, és most akkor beszélgetünk a Böné Brit állandó tiszteletbeli elnökéről és vice prezidentjéről, Vadász Magdával. Kezi csókolom, jó reggelt, szia! Jó reggelt mindenkinek, én is szívélyesen üdvözlök mindenkit. A vírus miatt nagyon elfoglalt voltál, hisz egy krízisvonalat tartottál fönn. Kikkel tartottad föl ezt a krízisvonalat? Nem én tartottam fel a krízisvonalat a Mazsihisz és a BZH tartotta fel. A Budapesti Zsidó Hitközség és a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége. Igen, én csak egy telefonos ügyeletbe vettem részt napi 1-2 órában. Mi mindennel fordultak a krízis helyzetben? De nem is tudod elképzelni, hogy mi mindennel fordultak ide. Magas a vérnyomása, nincs benne ellen, nem tudom a telefonszámát a körzeti orvosomnak. Hogy kell hazajönni külföldről? Az rengeteg olyan hívásunk volt külföldről, akiktől például én megkérdeztem, hogy maga tudja, hogy milyen vonalat hívott. Hát azt, aki felvette a kadlót, mert előtte senki nem vette fel egyik krízis sem a kadlót, akkor megmondtam, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét hívta, de mi azért válaszolunk minden kérdésre. Küldtünk ki az időseknek, rászorultaknak, mentek kivinni ebédet, bevásároltak, gyógyszertárba elmentek. Szóval az egész ország összefogott és emberszabásúan viselkedtek. Próbáltuk, de remélem, mert elég sok dicséretet kaptunk, és most lesz a 100. nap, hogy csütörtökön lesz a 100. nap, hogy működik a krízisközpont. És meddig fog működni a krízisközpont még? Még szükség van rá. És ha jól értem, akkor zsidók és nem zsidók egy öntetően telefonáltak. Hát nekem is szoktak éjjel 2-kor, hogy a Mazsihisz nem küldött gyógytornászt, hogy hideg volt a vacsora, hogy nem tudja, hova tette a bérletét. Éjjel 2-kor nagyon kedvesen szoktam válaszolni, de mindenkinek válaszolok. Mondjuk meg az igazat, hogy van egy nagy nemzetközi civil szervezet, aminek véletlenül én vagyok az elnöke, te viszont az állandó tiszteletbeli elnöke, és most az elnök helyettese vagy. Meghirdettünk egy nemzetközi konferenciát, amire megdöbbentően sokan jelentkeztek. El kellett, hogy halasszuk ezt a koronavírus ideje véget. Most megoldásokat keresünk, hisz ezt szeptemberben fogjuk újra próbáljuk megtartani? Igen, szeptember 11 és 13 között, még az ünnepek előtt próbálnánk megtartani, ha nem lesz második hullám, ha próbálkozunk. Alternatív megoldás is van, mert ha más nem, akkor megtartjuk valami elektronikus formában, de az nem ugyanaz. Milyen problémákba ütközött a szervezet? Tehát vannak előzőleg olyanok, akik támogattak minket, és most a gazdasági helyzet miatt kénytelenek visszavonni? Sajnos igen, majd meglátjuk. Délután fogunk tárgyalni ezekkel az emberekkel, és meglátjuk, hogy mi lesz és hogy lesz. Hála Istennek a magyar kormány támogatott minket, de ez a támogatás valószínűleg, ha minden úgy lesz, ahogy, akkor még rászorulnánk más támogatásra. Értem. Miért fontos az, hogy akkor, amikor egy ilyen világméretű civil szervezetről beszéljünk, akinek Brüsszelbe is irodája van, ugyanaz európai szekcióból az angolok évekkel ezelőtt kiszálltak a magas tagdíj fizetés véget, mi még mindig tagdíjt fizetünk, ugyan módjával, hogy éppen Magyarországon, és talán most sokkal nagyobb a jelentősége, hogy a járvány után szervezzük meg az elsők között, hogy ide jöjjenek. Mit hozhat ez magával? De ez a szervezet ugye 1843-ban alakult New Yorkban, aminek a célja már akkor, ezt most idézem, azért felolvasom, egyesíteni az izraelitákat azon munkába, amely előmozdulja mind a maguk, mind az egész emberiség legnemesebb érdekeit.
Hát én annyit változtatnék azért ezen, hogy... Hogy egyesíteni a zsidókat. Nem, mert mi ebben a nemzetközi egyesületben zsidókról nem csak zsidóknak beszélünk. Tehát mi tényleg a világ népességével foglalkozunk, és azt próbáljuk javítani. És ugye harcolunk a diszkrimináció ellen. Nem csupán az antiszemitizmus ellen harcol a szervezet, hanem mindenfajta diszkrimináció ellen. És nagy az érdeklődés, vagyis nagy volt az áprilisi konferencia iránt az érdeklődés. Mi először azt hittük, hogy a visegrádi négyek, Magyarország plusz V4, és akkor ez lesz a konferencia, utána ugye jelentkezett fél Európa, Igen, Izrael, a problémám, Amerika. A problémám az, hogy mi szokásunkhoz szíven, mert már tartottunk ilyet, hívtuk a V4-eket, és nem tudtunk nemet mondani. Most hogy fogjuk mindezt befogadni, hisz azért ez most már egy igazi hatalmas nemzetközi konferenciává vált, és a gazdasági lehetőségeink azok igencsak a végét járják. Hát igyekszünk, és valószínűleg nem lesz annyi résztvevő, mint áprilisban lett volna. Hát a világ az már nem annyira világ. Magda, ha itt vagy a stúdióban, akkor te azok közé tartozol, aki egy szinkron tolmács vagy, és nagyon fontos embereknek tolmácsolsz. Tolmácsoltál, és bízom benne, hogy újra beindul a Verkli. Beindult már, igen, köszönöm. Tehát nem kell aggódnunk. Igen. Éva lányoddal tartjuk a kapcsolatot úgy, mint veled. Telefonon keresztül tudósít minket Izrael második legnépszerűbb városából, Tel Avivból, sőt időnként a kedvünkért körülnéz az ország más pontjain is. Unokáid? Unokáim, hála Istennek, jól vannak, befejeződött az iskola, a távtanítás, tanulás, és nagyon jó bizonyítványt szereztek. Tehát ez már szokás nálunk. És természetesen nem lehet vele egy beszélgetést befejezni annélkül, hogy ne kérdezném meg, hogy és mi újság a határon túl, Komárnóban. Hát nem csak Komárnóban, ugye én tartom a kapcsolatot egész Szlovákiával. És a csehekkel is, igen. Hát ott másképp ment a járvány, másképp dolgoztak. Ott még mindig maszkot is hordanak, még a tévében is. Én állam is itt a maszkot. Magda, milyen büszke volna magyar zsidónak lenni? Jó. Miért? Én nem csak magyar zsidó, én szlovák zsidó is vagyok. Hármas identitással rendelkezem. Magyarral, zsidóval, szlovákkal. És ezt büszkén viselem. Kedves nézőim, találtam önöknek egy büszke három nemzetiségi érzelmű zsidó asszonyt is. Próveró, sokasodjanak és szaporodjanak az ilyen gondolkodású emberek, és akkor már is fordulok következő vendégünkhöz, akiből úgy tűnik ma már pirkadat extra lesz, Tordai Bencéhez, a PM országgyűlési képviselőjéhez, a jegyző úrhoz. Előzetes, már is jövünk Bencével, tartsanak velünk.